A tervek szerint így néz majd ki a kisvárdai stadion. A kormány fejlesztési programjában már a kezdetektől szerepelt a sportpálya megépítése. A beruházás már elkezdődött, az új öltöző mellett épül a stadion. 2750 fedett ülőhelyen rendelkezik majd, de a befogadó szám 5000-re is bővíthető. Ennek szükségességét a kisvárdai meccsek látogatószáma jelzi, de a turizmusfejlesztés is kiemelt szerepet kapott a településen. Szintén egy nagy beruházásunk, a várnak a teljes rekonstrukciója, szintén elkezdődött. Jelenleg annyi történt, hogy most a régészeti feltárás történik, mert találtak egy régi várfalat. Nyilván azt követően, ez a régészek lezárják a munkát, akkor ez szintén folytatódik. A kisvárdai vár még a 15. században épült, a sportpálya 1954-es építési előkészületei kapcsán feltárták, majd 1958 és 1960 között a maradványokat helyreállították. Számos programnak biztosít helyszínt, így például színházi előadásoknak is. A kisvárdai strand az elmúlt években rekordforgalmat bonyolított. A létesítmény felújítása és egy szálloda kialakítása a vendégek számára már évek óta fontos beruházás lenne. Most ez a fejlesztés is elindult. Nagy mértékben halad és jó halad a szálloda építése. Itt rögtön a vár mellett található egy 52 szobás sportszálloda van szó. Azon kívül szintén a Bessenyei György gimnázium vagy atlétikai pálya téli futópályával, ami alkalmas akár nemzetközi versenyek lebonyolítására. Azt kell mondjam, hasonlóan jó halad, jók az előkészületek, folyamatosan dolgoznak rajta. A strandberuházás az lesz egy nyári szezon még, 2 hónap, és azt követően a strand és környéke, tehát azt jelenti a strand építése, mellette akkor a ökofilmparknak a felépítése elkezdődik. A beruházások összértéke megközelítőleg 10 milliárd forint. A közel 18 ezer fős kisvárda így a következő években a sportban és a turizmusban is nagymértékben fejlődik majd.